5 tapsifülest szeretgethettek meg a diákok az intézmény aulájában. Ez alatt a tantermekben órák helyett kézműves foglalkozásokat tartottak. Ebben az osztályban húsvétvárás jegyében rajzoltak a gyerekek. Mi úgy várjuk a húsvétot, hogy mindig át szoktuk hívni a mamáékat, és amikor jön a húsvéti nyuszi, akkor mindig szoktunk neki kirakni répát és vizet. Most jönnek a keresztanyámék Budapestről le hozzánk, a mamáék is, meg megtartjuk az én szülinapomat, meg a tesómét. A nyuszi elrejti ott kint az udvarva a tojásokat, és meg a csokikat is meg szoktuk találni, és be szoktunk menni a házba, és meg szoktuk őket enni. Az iskolában a hagyományok ápolásának fontos szerepe van, amit az elsősök tojásfa díszítése is jelez. Domján István igazgató azt mondja, az oktató-nevelő munkát csak úgy, mint a szabadidős tevékenységet mindig jó hangulatban végzik. Nem csak, hogy jól érzik magukat, de ráhangolódnak húsvétra. A húsvét kapcsán tojásfát díszítenek a gyerekek, tojásfára elhelyezik a tojásokat, játszóházban vesznek részt, nyuszikat, Jandó család révén nyuszikat kaptunk ideiglenesen az iskolában, simogathatják a nyuszikat kedvükre, illetve technika, rajz és más osztályfőnöki órákon pedig olyan ajándékokat készítenek, kézműveskednek, amellyel majd meglephetik szeretteiket, testvéreiket, szüleiket, nagyszüleiket. Az intézmény rendszeresen részt vesz a településrészi programokon. Így lesz ez a hétvégén is, amikor Andráshidán egyebek mellett családi tojáskeresést szerveznek.